Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2022. március 9-én szerdán. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Lakossági fórum. Nőnap a városban. A napokban tartottak egy lakossági fórumot Kengyelen, melynek témája a térség és a Tiszazug fejlesztése volt. A lakossági fórumot egy sajtótájékoztató előzte meg. Az eseményen többek között Herceg Zsolt képviselőjelölt is felszólalt. Tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. A mai napon Kengyelen tartunk egy lakossági fórumot, amelynek a témája természetesen a település, illetve a környezetének, a Tiszazug fejlesztésének a lehetőségeiről fog szólni elsősorban. A kampány jelen pillanatban zajlik, a feladatunkat természetesen maximálisan igyekszünk elvégezni. Én a magam részéről itt Kengyelen is már több alkalommal jártam az elmúlt hetekben. Gyűjtjük a támogató aláírásokat, ezek most is zajlanak. Az aktivistáink járják az utcákat minden településen, és hát természetesen az a célunk, hogy minél több támogatói aláírást gyűjtsünk. Ezért arra kérek mindenkit, hogyha a polgári kormány további működését támogatja, akkor támogasson bennünket az aláírásával. Én a magam részéről képviselőjelöltként most a mai napon azt tudom ígérni, hogy ha bizalmat kapok, akkor minden erőmmel azon leszek, hogy a térség további fejlődésén dolgozzam. Az elmúlt években nagyon sok szép eredményt értünk el. 2010 óta a megye ezer része is látványosan fejlődött. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy még nincsen előttünk feladat, számos feladat van. Ehhez ajánlom a magam munkáját, ha támogatnak április 3-án, akkor minden erőmmel azon leszek, hogy a térség fejlődjön. 2010 óta vagyok Mezőtúr polgármestere, szívvel, lélekkel szolgálom a települést. A szándékom az az, hogy április 3-án, amennyiben bizalmat kapok, a térséget szolgáljam. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek Kengyelen, hiszen Kengyelnek felelős település vezetői vannak, akik megfelelőképpen felmérték a település előtt álló feladatokat és a település rendelkezésére álló pályázati lehetőségeket, amiben mind az energetikai, mind a turisztikai, mind pedig a közszolgáltatások minőségét javító fejlesztések helyet kaptak. Nagyon fontos, hogy Kengyelen az életminőség javításához elsősorban a megközelíthetőség a belterületi utak állapotán keresztül vezet az út, valamint szeretnénk, hogyha a köznevelést szolgáló létesítmények is megfelelő minőségben lennének, hiszen ez garantálja Kengyel számára, hogy a jövő nemzedékeinek, a jövő generációinak át tudja örökíteni az itt felhalmozott értékeket. Számunkra nagyon fontos Kengyel, nem csak azért, mert komoly gazdasági potenciál rejlik, bár a település nem a legnagyobb méretű településeink közé tartozik, de kiváló adottságai vannak, mind mezőgazdasági, mind pedig az iparhoz való közelsége miatt. És látjuk, hogy növekszik a népesség, látjuk, hogy erősödik az a fajta középosztály, aki a későbbiekben a terhek viseléséből ki tudja venni a szerepét. Az is fontos, hogy Kengyelnek a térségben ki kell harcolnia azokat a forrásokat, ami nyilvánvaló, hogy egy egyenlő küzdelemben a területi és települési operatív program plusz, tehát a TOP plusz keretén belül válik legkézzelfoghatóbbá. De itt van a Magyar Falu program, és itt van a vidékfejlesztési program, és itt van a GINOP is, és a KEHOP is, tehát több olyan operatív program, aminek a pluszával, tehát mindezeknek az idén elindult plusz verzióival egy olyan segítséget kaphat Kengyel, ami források tekintetében, a fejlesztések tekintetében minden lehetőségét maximalizálni tudja. Az elmúlt években több mint 1,4 milliárd forint érkezett Kengyelre különböző operatív programokból. Ebből, amit a Jászlóskun-Szolnok megye önkormányzat által kezelt TOP program jelentett, az is megközelítette a 0,5 milliárd forintot.
Szeretnénk, hogy a Kengyel ugyanezen az úton haladna tovább, nem szeretnénk, hogy ennél kevesebb pályázati forrással, ennél csak több pályázati forrással rendelkezzen a jövőben, de ehhez ezeket a jól átgondolt, előre megtervezett és egyeztetett forrásokat úgy kell a településnek felhasználnia, hogy már a korábban megkötött támogatási szerződéseit is le tudja zárni, és el tudja indulni ezen az úton a folytatás irányába. Én azt kívánom Kengyelnek, a kengyeli lakosoknak, hogy amikor a jövőjüket megtervezik, és a képviseletüket rábízzák a politika szereplőire, akkor azt tegyék nagyon átgondoltan, hiszen nagyon sok múlik azon az időszakon, ami mögöttünk van, de még több múlik azon, ami előttünk van. És én megfigyelve, hogy mind a település vezetői, mind pedig a térség országgyűlési képviseletére készülő országgyűlési képviselő jelölt, Herceg Zsolt, polgármester úr, országgyűlési képviselő jelölt úr, milyen lelkiismerettel és milyen elhivatottsággal küzd azért, hogy a térség felemelkedjen, a leszakadó települések leszakadásának ütemét megállítsák, visszafordítsák és felzárkóztassák a jól prosperáló térségeihez a megyének. Ezt mind a gazdaság élénkítésével, mind pedig a társadalmi kohézió erősítésével el tudják érni, hiszen rendkívül rutinos és rendkívül elkötelezett emberekről van szó. Tehát azt kívánom Kengyelnek és lakosságának és a térség minden lakójának, hogy bölcs döntésre készüljön április 3-án, és olyan képviseletet válasszon magának, amelyik erős érdekérvényesítő képességgel, mind a megye többi térségeihez képest, mind pedig az ország számára Törökszent Miklós térségét, a Tiszazug térségét megfőképpen képviselni tudja, és én ezt kívánok mindenkinek nagyon jó erőt, kitartást a képviselőjelölt úrnak, csapatának és polgármester úrnak is, egy olyan szakmai alapokon nyugvó együttműködést, aminek a helyi lakosok fogják majd az előnyeit élvezni. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Én is tiszteltel köszöntöm a sajtó képviselőit. Ha az elmúlt években a magyar vidéket járja valaki, különösen az 5000 fő alatti kis településeket, akkor egy régóta nem tapasztalt látványos fejlődésnek lehet a tanúja ezeken a településeken, amely nyilvánvalóan egyrészt a vidéken élő embereknek a szorgalmának és a munkájának köszönhető, de nem utolsó sorban azoknak a támogatásoknak is, amelyek az elmúlt években ezekre a kis településekre érkeztek. És annak a nagyon tudatos vidék és településfejlesztési politikának, amelyeket az elmúlt években tapasztalhattunk a kormányzat részéről. Ezeknek a programoknak, ezeknek a településfejlesztési programoknak az egyik zászlós hajója a Magyar Falu Program, amelyet 2018-ban hirdetett meg Orbán Viktor miniszterelnök, 2019 óta működik ez a támogatási lehetőség. Ez az 5000 fős lélekszám alatti településekre vonatkozik, és négy fő pillére van, az egyik azok a kisléptékű támogatások, amelyek a falusi életminőségi javítását célozzák, a másik a falusi csok, tehát a családi otthonteremtési kedvezménynek a kistelepülési változata, a harmadik a falusi útalap, és a negyedik pedig a kistelepüléseken működő vállalkozások, elsősorban kisboltok, illetve más mikrovállalkozások támogatása. Nos, a program nem csak látványos fejlődést hozott a kis településeken, hanem számokban mérhető eredményei is vannak. Hogy csak néhányat kiemeljek, a falusi csok keretében már több mint 28 ezer magyar család kapott segítséget az otthonteremtéshez, és mindezt több mint 150 milliárd forint értékben országszerte. A falusi útalap keretében több mint 3000 kilométernyi út újult meg, illetve épült meg országosan. Ezek három számjegyű utak, tehát a kis településeket egymással összekötő utakról van szó elsősorban. És összességében az első évben, 2019-ben 150 milliárd, 2020-ban már 210 milliárd tavaly, vagyis 2021-ben már 270 milliárd, és az idei évben meg 300 milliárd forint összegű lesz azoknak a támogatásoknak az összege, amelyek a Magyar Falu Program keretében megvalósulnak. Ez azt is mutatja, hogy a magyar gazdaság teljesítő képessége alkalmas arra, hogy egy ilyen évről évre növekvő összegekkel megvalósuló programot tudjunk megvalósítani országosan. És a
Hogyha ezt megyei lebontásban tekintjük, a kisléptékű támogatások, tehát a Magyar Falu Program pályázati rendszerét, amely egyébként kizárólag hazai forrásokból valósul meg, akkor itt Jászlajkun-Szolnok megyében azt kell látnunk, hogy több mint 5 milliárd 270 millió forintnyi támogatás valósult meg ebben az időszakban. Ha ezt a választókerületet nézzük, a Jászlajkun-Szolnok megyei 4-es számú választókerületet, akkor itt 1 milliárd 576 millió forintnyi támogatás vagy fejlesztés valósult meg a Magyar Falu Program keretében ebben a néhány évben. Ez 18 települést érint itt a választókerületben, és most itt vagyunk Kengyelen egy 3400 fős településen, ami az egyik tipikus példája a Magyar Falu Programnak. Ha csak erre a településre vetítve nézzük, akkor itt is 114 millió forintnyi pályázati támogatás érkezett ide a Magyar Falu Program keretében. Mindez azt mutatja, hogy a kormányzatnak eltökélt és nagyon határozott szándéka az, hogy felemelje a magyar vidéket. A magyar vidékre erőforrásként tekintünk, nem lenézzük a vidéki embereket, hanem erősítjük őket abban, hogy ők a magyar társadalomnak nagyon értékes részei, mindig is azok voltak, és ennek meg kell jelennie a kormányzati döntéshozatalban is. A falvakban ugyanolyan életkörülményeket kell teremteni, mint amilyet az ország bármely pontján a 21. században el lehet érni, és ezeket egy nagyon tudatos támogatási rendszerrel ösztönzi és bátorítja a kormányzat. Azonban ezek elindult folyamatok, amikről itt beszéltünk, és ezek nem befejezettek, hiszen ezeket a folyamatokat, a falvak fejlesztéseit mindig lehet még fokozni, mindig vannak még további fejlesztenivalók, és ez így van rendjén, hiszen ezek élő közösségek, amelyeknek mindig egyre inkább új és új terveik vannak, és a település vezetőkkel, a polgármesterekkel való beszélgetésekből is, visszajelzésekből is mindig az a tapasztalatunk erősödik meg, hogy már számolnak ezekkel a lehetőségekkel a polgármesterek, a települések vezetői is, és mernek tervezni a korábbi időszakhoz képest, elindult az, hogy most már mernek tervezni. Ahhoz azonban, hogy ez a szemléletmód folytatódhasson, egyetlen egy garancia van, az az, hogy április 3-a után is az országot egy olyan politikai közösség vezesse, amilyen most, akiknek fontos a vidék felemelése, akik nem lenézik a magyar vidéket, hanem fölemelni szeretnék a magyar vidéket, és akik nem csak szavakban, hanem tettekben, és nagyon határozott lépésekkel is képesek erre. És ahhoz, hogy ez országosan megvalósuljon, ahhoz helyben itt Jászlajkun-Szolnok megye 4-es számú választókerületében arra van szükség, hogy ennek a politikai közösségnek a jelöltje képviselhesse az itt élő érdekeit. Herceg Zsolt, aki már bizonyított itt ebben a körzetben, ebben a közösségben, ő képviselhesse az itt élők érdekeit. Köszönöm szépen a figyelmet! A tegnapi napon ünnepelték világszerte a nőnapot, ez itt városunkban sem volt másképp. A mezőtúri rendőrkapitányság ismét egy aprósággal kedveskedett a szabályosan közlekedő női vezetők számára. A mai napon nőnapot ünneplünk, amely már nagyon régóta ünneplésre méltó alkalom, illetve a mai napon a mezőtúri rendőrkapitányság is egy nagyon aranyos kezdeményezéssel készült a nők számára. A női vezetőknek mind adnak egy-egy virágot nőnap alkalmából. A mai napon nőnap alkalmából a mezőtúri rendőrkapitányság is készült meglepetéssel. Mit tudhatunk róla? Mint minden évben a mezőtúri rendőrkapitányság március 8-án felköszönti a hölgyeket, és egy virággal ajándékozza meg azokat, akik természetesen szabályosan közlekednek. Emellett felhívjuk a figyelmet a passzív biztonsági rendszerek használatára, nem csak a vezetők, hanem az utasok tekintetében is. Köszönjük szépen, Viszár! Boldog nőnapot! Köszönjük!
Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták, friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!